azért alapít város, mert az összes többi várost már az istenek megfertőzték. Szó nincs egy istenhitről, semmiről. Ez egy ateista. Egy tömény ateizmus. És megkeresi Egyiptomnak azt a területét, akit nem tudom, hogy milyen erőkkel dolgozott ő, megtalálják Egyiptomnak azt a pontját, amelyik semmiféle magas rendű, hogy úgy mondjam, talajkisugárzással és égi sugárzással nincsen kapcsolatban. Tehát semmiféle szakralitása nincs annak a földnek. És ide építi föl azt a várost, amit Atonról nevez el. Ide építi föl. Szerencsére az idő azért nem sokat juttatott neki, és az Amon papság idejében észhez kapott. Idejében észhez érte, és ezt az őrületet, ami azt eredményezte, hogy embereket mészároltak le, a papokat lemészárolták, a templomokat lerombolták. Hát himnuszok maradtak fönn, hogy Echnaton tevékenységét milyen sivatag követte. Tehát a termékeny Nílus völgybe beköltözött a vörös sivatag, ismerős? A vörös sivatag költözött be a templomokba. A vörös sivatag terült rá a termőföldekre, kolhoz. Nyilván nem ennyire direkt a kapcsolat, de ahova ez a eszmerendszer bejut, teljesen mindegy, hogy ókor, középkor, újkor, így fog viselkedni. Így fog viselkedni. Most mit lehet ebben az esetben tenni, és akkor dialetítő és villanyváltás következik. Tehát villany le. Na menjünk vissza. Pár óra. Hát azért álljon már olyan, mert ő a főszereplő. Tehát egy ilyen válságos helyzetben, amikor egy nagyon rossz útra tért világot kell megfordítani. Honnan jöhet a segítség? Hát utány Dámont úgy szokták említeni, hát egy 10 éves gyerek volt, amikor fáraó lett, 18 éves korában már meghalt, gyermekfáraó ifjú korában a halál áldozata lett, jelentéktelen volt. Persze, Lukács Györgynek biztos jelentéktelen, de nagyon birizgálta az orrát. Ugyanis ez a gyermek fáraó fordította vissza a szakadék felé rohanó Egyiptomot abba az irányba, ahol az élet újra el tudott indulni. Tehát bármennyire hihetetlen, ez a fáraó, akinek nevét nem tudjuk, 1920-1905-ig vagy 7-ig mondjuk, körül nem szóltak falfestmények, nem szóltak feliratok, nem lehetett róla tudni, hogy van, a legnagyobb jót cselekedte meg abban az időben Egyiptommal. Na most természetesen, ha így elfajul az ember Egyiptomban, ahol Echnaton születése révén, vagy hát ki tudja, a génmanipuláció nehogy azt higgyük, hogy ez egy mai talán. Mindenki, aki foglalkozott növény, állat nemesítéssel. Hát gondoljunk bele, hogy a legtöbb kultúr növényünk, az nem természetes úton, módon állt elő. Tehát ki kellett a természetből préselni. Nincs előzmény. Ezek közhelyeknek számítanak. És hát számtalan olyan állat ábrázolás maradt fent az ókorban, amelyik nem a szkíta állatstílusnak a sok tulajdonságát elevenen egybe megmutatni tudó alapjait mutatja meg, hanem genetikai szörnyszülöttek. Ez is közhelyszerű. Hát lehet tudni, hogy hol van a szakrális művészetnek a vonulat, és hol van az, hogy valami if megjelent egy monstrum. A háromfejű kehén, akinek nem tején, hanem kutyafeje van. Például. Tehát ez nem állatövi kapcsolatrendszerben értelmezhető, hanem bizony-bizony genetikai úton módon értelmezhető. Tehát nagyon elképzelhető, és pont a 18. dinasztia fáraóiról lehet tudni, hogy genetikailag ez tényleg leselejtőzhetett. Miért? Egymással házasodtak. Tehát a bátyja a húggal, a húg a bátyja. Miért? Hogy a vér tisztaságát megőrizzék, de így veszítették el.
És könnyen lehet, hogy ennek, hogy úgy mondjam, ebbe a vonalba ez a nem is tudom honnan jövő lélek, ha egyáltalán lélekről lehet nevezni azt, amit Echnaton testét felépítette, ebbe tudott belelépni, ebbe a szennybe, ebbe az tisztázatlan vércsatornába. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Testvérekkel házasodni. Leselejteződni. Na most Tuben Kámont valószínűleg szinte az Ámon papok valahonnan bedobták. Egy biztos, hogy ő nem volt degenerált. Nem volt selejtes. Hogy kinek a fia volt, ki volt az apja és az anyja, huszadrangú kérdés. Most valami zsákutcába jutott, akkor hogyan lehet az élet folyamatát újraindítani? Öreget kell odaállítani, vagy gyermeket? Teljesen egyértelmű az, hogyha én folytatni akarom az életet, mondjuk egy fáraói, uralkodói szinten, és úgy akarom folytatni, hogy az egészséges legyen, a kezdetektől kell elindulnom. Tehát nem állíthatok oda öregembe. A fiúval kell indítani, a gyerekkel kell indítani. Mert ő egyenesen tudom, a benne lévő életenergia az folyamatában tud kibontakozni. Na most Echnaton egy ilyen, Tutenkámon egy ilyen gyermek volt. Tehát kontra gyermek volt Echnatonnal szemben. Tehát Echnaton egy ilyen pohos, szerencsétlen torszülött, és kellett egy egészséges ember. Aki mindent rendbe tud tenni. Ha valaki azt hiszi, hogy egy fáraónak nincsen szellemi ereje vagy hatalma, az hatalmasabb téved. És itt már megint egy rezonanciát észre lehet venni, ugyanis a magyar történelem is éppen elég példát mutat arra, hogy a magyarok nem félnek gyermek megkoronázásától. Második Géza 10 éves, amikor megkoronázzák. Negyedik László 10 éves, amikor megkoronázzák. Tehát nem életkorhoz kötött. Különünk Árpádházi Szent Erzsébet, 24 éves korában már halott. És a világ egyház legnagyobb női szentje. Tehát, hogy mi minden belefér egy lendületes, előről táplálkozó életbe, hát ezt mi a saját történelmünkből is éppen eléggé tisztán látjuk. Most itt lehet Tutenkámon arcát vagy fejét látni, és ez tényleg a fáraó. Gyermekkori ábrázolás, és viszont gyönyörű jelzése annak, hogy az előd Echnaton milyen irányba torzult el. Mert itt ugyanazt a működést nem torzítva látom, hanem kiteljesedve. Echnaton a nemtelenség irányába torzul el. Ő pedig a nemi teljesség irányába. Ezt nevezik a jánosságnak. Ha valaki erről meg tudja mondani, hogy fiú vagy lány, Nobel-díjat fog kapni. Azon nyomban. Ez maga a jánosság. Férfinak tételeződik, de a nevében a női tulajdonságok jelennek meg. És ez azt jelenti, hogy ez a kettőség pont ezt a yin-yang teljességet írja körbe. Tehát ezt ugyanolyan erővel lehetne fiúnak, mint leánynak is nevezni. És nyilvánvaló módon, hogy itt nem az a lényeg, hogy is, vagyis hogy ez vagy az, hanem az is az, hogy ez is, meg az is. Tehát az is játsza itt a meghatározást. Tehát ez fiú arc is, és leány arc is. Miért? Mert ez a szellemiség, ez teljesnek tételeződik. Ez ugyanis hol a teste? Nincsen test, ez egy vízi lótuszból kinyíló fej, egy virágból kinyíló fej. Most itt érzi ám az ember, hogy nagyon közel vagyunk egyfajta gondolkozáshoz. Hát mi ezt a népmeséinkben nap mint nap tapasztaljuk. Gondoljuk arra, hogy hány népmese hősünk születik virágbimbóból, vagy hány népmese hős születik virágnyílás útján. Vagy nevezik el virágról a szellemiségét, szekfűhajú János. Tehát itt bizony megjelenik egy olyan fajta szellemiség, amely virágból, hát most mi nem az egyiptomi
nyelv tanulságait alkalmaz. Miért? Fogalmam nincs, hogy egyiptomi nyelven mi a vízilótusz neve. Nem is érdekel. Virág, virág, kész. Tehát ez üzenet. Tehát Tutenkámon fáraó sírja minden jel szerint ennek a kornak a legnagyobb üzenete a jövő felé. Tehát számolnak azzal, hogy nem csak egyiptomi nyelven tud az emberiség. Tehát vannak olyan egyetemes jelentések, amelyek Mexikóban épp úgy megvannak, mint az Altály vidékén. Ha egy virágból nyílik ki egy fej, akkor ez azt jelenti, hogy a világból egy szellemiség bomlik ki. Mert virág, virág a világnak világa. Tehát itt a virágból a világon keresztül kibomlik egy szellemiség, amelyik a világosságot hozza a világra. Ez az egyszerű üzenete ennek a kis remekműnek, mert ez a remekmű van. Azért nem árt tudni, hogy ez egy fa szobor, és be van mondva, tehát festett fa szoborról van szó, és gipszréteggel van bevonulva, és erre festettek rá. És ezt pont a sír bejáratánál találták. Tehát még át sem törték a sírkamra felé vezető falat, már megtalálták azt, akit kerestek. Most ez tényleg egy hatalmas nagy üzenet. Ezt tudni kell olvasni. Szabályszerűen Tutenkámon elvezette őket az útra, és az ember arra gondol, hogy na, hát ha ilyen tisztán indulunk, ezt nevezik tiszta lapnak. Nézzük meg, hogy mi lesz belőle. A Tutenkámon páróból valami lesz. És hiába hajtja ő végre mondjuk az adott korban, saját országában a normális életet, és a régi kerékvágásba hiába állítja vissza az utat, egy biztos, egy útról letérni már ő sem tud. Pedig nagyon tisztán indul el. Most nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez a fej mekkora. Ugye a méret? Mint egy újszülött csecsemő. Pontosan akkora. Pontosan akkora. Tehát, ha én meg akarom a méreteket, hogy úgy mondjam, a fej méretét határozni, kiderül, hogy ez egy csecsemőnek a feje. Persze, születik. Most születik. Szemünk láttára születik. Mehetünk tovább. Na hát itt válik érdekessé a dolog, ez már magának a mumifikált testet beborító pólya rétegek közül került elő ez a nyakdísz, hát ez nem nyakdísz természetesen, de jobb kifejezéssel most nem lehet élni, ez egy sólyom, gondolom fölismertük. Tehát ez egy sólyom, és az ember kezd megint csak, úgy, kezdi magát úgy érezni, hogy hazai vizeken kezdünk el szárnyalni. Mert a magyar művelődés történetből pontosan lehet tudni azt, hogy mi a sólyom. Sólyom hangalaki megfelelője egyébként a szellem. Szellem hangalaki megfelelője nálunk egyébként a szerelem. Nem tűnt volna föl. És az atya ugyanazonosítja a fiút. Ez az én szerelmetes fiam. Benne gyönyörködöm. Tehát ez az a erő többlet, ami, ha bennünk van, szárnyalni fog. És elsősorban a szellemünket repíti. Nem őm alatt repíti, meg ágasítja, meg nem, most, nem akarok szakkifejezésekkel élni. Nem ott van a szerelemnek szerepe. A félreértés ne essék. Hogyan hívtak bennünket még ilyen kisgyerekkorunkban? Emlékszem a nagyszüleimre, szerelmetes gyermekem. Olvassuk el a magyar nemesség levelezését. Rákóczi hogyan ír mondjuk egy nála 20 évvel idősebb atyafiának? Szerelmetes atyám fia. Zrínyi hogyan ír? Szerelmetes atyám fia. Első korai nyelvenlékeim közül halotti beszéd. Szerelmes barátaim. Legvégén. Észre kell venni, hogy mi ezzel a minőséggel a teremtés közelébe jutunk. Mert ez a teremtésnek a, hogy mondjam, teremtésben működő szellemi energiának a neve. Ennek nyilván a sólyom lesz az egyik megidézője. Mert a sólyom a sok mindent tud, amit a szellem is tud. Tud szárnyolni. Ráadásul nem kullog, hanem nagyon gyors rögtű madár a sólyom.
és tud még valamit, amit Balassi Bálint verseiben lehet olvasni. Hát Balassi a szerelmet mihez hasonlítja? Elröptetlek téged, kis solymocskám, és szerelméhez, hogy úgy röpülj, mint a sólyom, és röpülj vissza a karomra. Most nagyon durván idéztem, de a, nem tudom éppen melyik szerelméhez írta ezt a verset, de a szerelmet, ami kettőjük között működik, azt ő is a sólyommal azonosítja. És azért itt van egy nemzetség, nem Egyiptomban, hanem turul nemzetség. Turul nemzetség. És az egyiptomi fáraó csak úgy, mint a dél-amerikai inkák, eredetileg a nemzetségüket a sólyom tulajdonságaihoz kötötték. Az egyik, dél-amerikai inka, az a kondor keselyűbe botlott bele egyszer csak. De maga az inka még az utolsó pillanatig is tartotta magát ahhoz, hogy az ő nemzetségi madara az a sólyom. De már ott van a kondor. Most ezekre figyeljünk oda, mert amit nem tudtunk, vagy nem fogunk nyomon követni, ő Mexikó Tenochtitlán, aztékok. Kígyóval viaskodik egy madár. Ez nem a keselyű, nem a sólyom, kettő között vagyunk. A sas. Tehát tulajdonképpen úgy lehet nem érni egy műveltségnek a mély repülését, elindítja saját eredetét a sólyomtól, észre se veszi már birodalmi sasként kereny, és a következőképpen már saskeselyűként és keselyűként zabálja a döppust. Ez egy teljes bukás. Ez egy akkora bukás, hogyha az ember úgy végig követi, akkor azt mondja, hogy rendben van, de ezt a becsületességet viszont díjazni kell. Hogy be is mutatják. Most az egyiptomi fáraók ismerik a sólyomot. Az egyiptomi fáraó magát Hornak, Arany Hornak, Tahora Horusnak a neve, ő pedig sólyom istenség. Tehát a sólyom istenség megtestesülésének tartotta. Most a sólyomról tudni kell bizonyos dolgokat. Nem a testének tömegével éri el az eredményeket, hanem gyorsaságával, nemességével, bátorságával, helyzettel ismerő képességével. Tehát tulajdonképpen ő a madaraknak a király. Ezért például a sólyom az nem a sasfélék családjába tartozik, hanem a sas tartozik a sólyomfélék családjába. Tehát így becsüljük meg a mi sólyunkat mondjuk, és ne nagyon vágyakozzunk birodalmi sasok után. Hát ha valaki már látott sólyomot és sas, nagytestű és kistestű madarat mondjuk a levegőben összecsapni, az pontosan tudja, hogy a sas meddig a levegő királya. Addig a másodpercig, ameddig a sólyom fel nem bukkan. Most ebben a pillanatban, amikor a sólyom megjelenik a égbolton, a sas így szépen kiterjeszti a szárnyát, és az ember ugye a tanulmányaiból okulva arra gondol, hogy most a birodalmi sas nagy méltósággal, bölcsességének átható tekintetével ránéz a sólyomra, és büszkén várja, hogy most mi fog következni. Most drukkolunk a sasnak, de nem erről van szó. Ugyanis a sas görcsöt kap a félelemtől. Abban a pillanatban, hát az állatoknál csak úgy, mint a négy lábú, ez a megadásnak a jele. Kész. Ebből a küzdelem. Tehát, hogy milyen madarak kerülnek, milyen országok zászlóira. Mit érzi az ember? Nos, a sólyom ekkor, mivel ő a léptér szabad ura, szépen fölmegy az égbe, nem is látom, hogy hol van. A sas, lehetne azt mondani, hogy most lehetne meglépni. De még mindig így van. Kész. Nincs értelme, mert még elrepül a legközelebbi ágig, addig a sólyom háromszor körbeszállja a földet. De tényleg háromszor. És így marad a sas, sólyom fölé repül, és zuhanó repülésben rácsap. Ilyenkor szinte 1500 kilométert is eléri a zuhanó repülés sebessége. Félelmetes. Egyszerűen hihetetlen, nem is lehet látni. És képzeljük el ezt a sebességet,
hogy mit gondolhat az ember. Mi következik? Úgy lerúgja a sast az égből, hogy aztán majd ezt a sast apró darabjaiban az erdő állatai fogják összeszedni, táplálékként felhasználva. És éppen már eléri a sas, itt van a szirtnél, egy-két ilyen tollat, ami itt van, kirúg belőle, és szépen visszafordul. Hogy tudja ezt megcsinálni? És kiderül, hogy a sólyom csak jelzi, hogy ő az Úr. Nem tör a halálára. Na ez a sólyom, és ez a nemes madár. Én láttam sólyom röptet, és lenyűgöző élni. Hát képzeljük el, hogy mondjuk ilyen magasságban a sólyom teljes lendülettel repül az ember felé. Látom a szemét, és nem ijedek meg, és így elhúz az ember mellett. Tehát valami egyszer lenyűgöző. Szóval a sólyom nagyon sok mindenre képes, éppen ezért általában az ősi uralkodói nemzetségek a sólyom tulajdonságait keresik, saját szellemi, lelki működésük területén is. Megjelenik a sólyom. Tényleg itt látjuk, örülhetünk neki. Itt a napkorong a fején, tehát nagyon szépen, ez egy gyönyörűen olvasható képi üzenet van. Itt a karmában egy olyan jelet kap, amit Senú, vagy Szenú, vagy Zenú, vagy Zen, vagy Szén, vagy bárminek lehetne mondani, mert nem tudjuk hangzósítani. Lehet, hogy Szent. Itt lehet tudni. Minden esetre ezt az örök körforgással és az örökké valósággal hozzák kapcsolatba. Lelkük rajta. Ezt a jelet viszont pontosan ismerjük. Ez az Ánk kereszt, ezt mindenki tudja, ez az életnek a jele Egyiptomban, az élet alapegysége. Mi az, amit hoz a sólyom? Az életet hozza. És a fényt hozza. Menjünk a következő képre. Na most, ha ezt tudjuk, az ember megkérdezi, hogy akkor minek ide ez a dolog? Akkor minek ide? Ha ezt te tudod, akkor hogyan lehetséges az, hogy a sólyomot lecseréled a keserűből? Még ha sasra cserélni a szerencsétlen. Tehát ez egyfajta minőségnek a végállomása. De tényleg végállomása. Keselyűből életet kicsikarni nem lehet. Tehát nézzük meg, hasonlítsuk össze az előző sólyom fejezzék, ötös művészet remekei. Ezt azért nem árt tudni. Na most ez fej, ez egy mesztelen csigának a tetején valami van. Ez a keselyűnek. Gusztustalan. És nézem azt, hogy mit hoz a kezében. Hozza ezt a senújjelet, legyen az örökké valóság, de hol az élet? Ez az örök dögődés. Dögedő. Tehát tulajdonképpen a halál hozza. És ez a félelmetes Egyiptomban, hogy nem rejtik el. Ismeri a fáraó a sólymat, ismerik a fáraók a sólymat, és körülbelül mondjuk a történelmi időtől kezdve, mondjuk Krisztus előtt 3001-től kezdve elindítja a sólyommal a fáraót, majd egyre ritkábban látom a sólyomot, egyre gyakrabban a keselyű, és végül a sólyom teljesen eltűnik. Ez egy szellemiségnek a színe változása. Ez egy szellemiségnek a lecserélése. Tehát lecserélnek egy mentalitást. Egy nagyon nemes, bölcs, fényes és ragyogó mentalitás, és hát aki ezt megteszi, innentől kezdve megnézheti azt, hogy milyen múltat fog maga mögött hagyni. Menjünk a következő képre. Ez a híres Ujjat szem, ez hieroglifák részeként jön elő, piramis festményeken találkozunk vele, falfestményeken, itt megint valahol a fáraó testén körültekerő sólya valamelyik egészsége rétegében található, ugyanis a fáraó testét, tehát Tutenkámon fáraó testét, ezek az úgynevezett amulettek, ezek beborították. Most szó nincsen arról, hogy amulettek, ha én tudom, hogy a test a mikrokozmosz, akkor nyilvánvalóan olyan kozmikus csomópontokra kerülnek ezek a kifejező
megidéző szent tárgya, amellyel egyfajta működést, és jelen esetben itt a feltámadás volt a kitűzött cél ebben a szarkofágban, hogy ezt elősegítsék. Remélem, hogy a végére majd erről is sikerül szót ejteni. Na most ez a szem, ez az Udzsat szem, ez Hórusznak a szem. Tudjuk ki Hórusz, Ozirisz és Ízisz, fia a sólyom isten. Tehát tulajdonképpen én itt egy antropomor sólyom szem ábrázolással állok szembe. De van ennek sok olvasata, de ez tényleg Hórusz szeme. Itt nem lehet félreérteni dolgokat, elsősorban gyógyításra használták, tehát egy olyan fajta pillantás, amelyik a másikat nem lesújtja, hanem ha rossz kedve van, akkor biztatja, ha beteg, akkor meggyógyítja. Gondolom tudjuk, hogy szemmel, pillantással, szemsugárral nagyon sok mindent lehet tenni. Porba is lehet sújtani, és föl is lehet emelni akárkit. Na most nézzük meg azt, hogy ha tudom, hogy ez a híres Hórusz szem. Ha tudom, hogy Hórusz, Ozirisz és Ízisz fia, de ugyanakkor a sólyom istennek a megtestesülése, akkor mi az, ami működteti ezt a tekintetet? A torzítás. A szemlélet módnak a torzítása. Eddig láttad az isteni világot, most ne lásd az isteni világot. Miért? Az egyik húzza a látás élességet, a másik pedig tolja. Ez egy jó kis kompánia. Tehát az egyik elvtárs húzza, a másik elvtárs tolja, az egyik az egy kobra, a másik egy dögevő keselyű. Az egyik egy agresszív támadó, a másik egy nagy takarító. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a szemem igényét egyetlen egy irányba állítom be. És ez a degeneráció irányba. Tehát a pusztítás. Ez már nem Isten szeme lesz. Ez már az a szem lesz, ami ez a ocsmánylény és az az ocsmánylény elkezd manipulálni. Tehát a látás élességnek a homályosítása, a tönkretétele, a tiszta látás eltorzítása szemünk láttára bontakozik ki. Lehet más értelmezése, de ez akkor is kobra, és akkor is gyilkos kobra. És ez akkor is dögevő keselyű, és dögevő keselyű. Tehát tulajdonképpen a kép olvasata pókon egyszerű. Nagyon nagy baj van. Ennél nagyobb baj, hát ritkán adódik az ember életében. Menjünk a következő képet. Képzeljük el, hogy én állandóan a jót akarom látni, de a rosszat látom. Nem tudom látni a jót. Tehát valami megakadályoz ebben a látásban. Valahogy próbáljuk meg ezt a széket, mert az aranylemezes hátlap lesz a fontos. Tehát a diavetítőt úgy lejjebb hozni, hogy ez a rész, ez valahogy bekerüljön a képmezőbe. Jó. Most ez egy gyönyörű darab egyébként. Még. Akkor már hátul még látom. Jó. Nem kéne lejjebbényi semmit sem. Jó. Tehát ez a híres oroszlános trónus, oroszlános szép. Ez is Tutankhamon fáraó sírjából maradt, és gyönyörű. Szóval egyszerűen lenyűgöző. Hát azért itt fáraó sírból kerül elő az üzenet, tehát ez azt jelenti, hogy minden a legmagasabb művészeti fokon jelenik meg. Itt oroszlán fejeket lehet látni, föl lehet ismerni, és oroszlán lábakban végződik a szék. Tehát itt el oroszlán szellemisége jelenik meg, itt pedig a végtagjai jelennek meg. Tehát egyfajta szellemi vezérlés és egyfajta mozgás. Most az esztendő körében, az égköri rendben az oroszlán melyik égitesnek alkotja a házát? Hát igen, a nap az oroszlánban van uralomban, a fáraó pedig akkor, ha a trónusán az oroszlánok között ül. Tehát ha tudom, hogy ez egy napképlet, nem csodálkozom azon, itt van a nap. Máshol nem is lehet. Ott van, ahova tenni kell. A napot.
Itt a háttérben megjelenik a fáraó, az ifjú fáraó, az ifjú feleségével. Na most gyönyörű az ábrázolás. Tehát ha valaki már ült itt trónszéken, ilyen elegáns, könnyed, minden feszültséget elengedő testtartással, az pontosan tudja, hogy ez milyen pillanat. Ez azt jelenti, hogy a test teljesen el van lazulva, de a méltóságát nem veszíti el. Tehát az érdemes ezt a tényleg minden tekintetben páratlan eleganciát nyomon követni, ahogy a fáraó ül. Tehát nem úgy ül, mint aki karót nyelt, nem úgy ül, mint aki teljesen elengedi magát, ez tényleg egy fensőbbségnek a méltósága a teljes nyugalom állapotában. És ő tényleg igazgató. Na most előtt áll a kedves felesége. Hát ő egy ifjú királylány, aki nagyon elhíresült ám, és hogy Tutankhamon fáraó nagyot akart tenni, az özvegy törekvéseiből is pontosan tudjuk. Ugyanis az özvegy levelet ír a Hettita királynak. Hettita királynak, világos? Ezt gondolom tudjuk, hogy kik a Hettiták. Na most levelet ír a Hettita királynak, hogy férje meghalt, utódja nincsen, küldjön neki a fiai közül valakit, aki az ő férje lehet. És leírja azt a mondatot, mert a szolgáimtól undorodom. Na most ez az a bűntanya a vérvonal tekintetében. Ez egy degenerált csapat most, hogy a 18. dinasztia minden tagja az volt, de fennáll a veszély. Ekkor itt volt 10 évvel korábban. Kész, nem lehet. A férjem valami miatt meghalt. És látom, hogy látja, hogy kik vannak kör. Egy degenerált csapat. Most a Hettita uralkodó elküldi a királyt, akit a sivatagban a halál ér utol. Tehát működik az elhárítás. Tehát Tutankhamon egész biztos, hogy valami nagy fordulatot, de pozitív fordulatot akar végrehajtani. És utána a kis feleségről sem tudunk, az özvegyről. Most nézzük meg a kis feleséget. Hát az a gyöngétség, ahogy az urának a vállát megérinti, hát ez megint olyan, hogy azt mondja az ember, hogy igen, irigylésre méltó a helyzet. Miért? Mert ha valaki egy férfi vállát így meg tudja érinteni, és a férfi ezt ilyen méltósággal tudja viselni, akkor ez azt jelenti, hogy ők együtt tényleg egy teljességet alkotnak. Ez a mindenségben működő két energia típus megszemélyesüléseként a teljes harmóniát mutatja elé. Pedig a helyzet nem ilyen egyszerű ám. De nem azért éringeti Tutankhamont, mert mondjuk azt akarja neki mondani, hogy na ébresztő, elszúnyadtál ám a trónon, kedves férjem, előadás van, az előadó most már egy kicsit mérges, ébredj már föl, tehát nem erről van szó, hanem mind a kettőjük fején korona van. Na de milyen koronát? Hát azért ez a korona, még az ember azt mondja, hogy jó, egy érdekes korona típus. De ha megnézem a fáraó koronáját, mint a műszer lenne a fején. Annyira bonyolult és összetett a korona, annyira sok részből áll, és figyeljük föl valami, olyan, mintha napelemek emelkednének fel, tehát egészen biztos, hogy a nap sugárzásának közvetlenül a szellemiségre gyakorolt, az uralkodó szellemiségére gyakorolt hatását tudjuk nyomon követni. A napi gömbből sugarak jönnek, a sugarak készfejekben végződnek, és az első sugár itt érinti meg a fáraónak a koronáját, és szépen mennek egyre lejjebb. És ugyanakkor nem azt higgyük, hogy a nőt a teremtő hiába teremtette, szinte több sugár nyalábot kap a kedves feleség, mint Eknaton fáraó. Tehát osztoznak egy energia működtetési szertartásnak a folyamatában. Na most a fáraónak a koronája élesíteni tudnánk-e valamelyest?
Jó lett volna? Igen. Igen. Tehát van egy diadém, figyeljünk erre, és ezek nem haj van a fején, nem is paróka van a fején. Ez annak a fajta, hogy mondjam, kappa. Kappa. Tehát ez egy kappa fajta. Egy kappa fajta nagyon, így van, erről van szó. Ezen van egy diadém, tehát szépen lehet látni. A diadém elején itt, és ez egy valóságos diadém, mert az, amit itt látunk, ez a mumifikált koponya homlokán lesz. Tehát gyakorlatilag minden szabályszerűen van ábrázolva. Tehát ez a diadém, amit itt látunk, ez valóban létezik, és tényleg a mumifikált fáraó fejénről kerül elő. Ugyanakkor a tetején pedig jön ez a szerkezet, hát itt nagyon homályos meg túl. Tehát erről kellett volna külön viáztatni, de ez valami miatt nem sikerült, és innen indulnak fel ezek a napelemre emlékeztető képződmények. Most az ember tényleg befejezi a gyönyörködést, és megnézi azt, hogy hány kobra van ezen a szerkezeten. És azt mondja, hogy túl sok. Hat. Minimum hat kobra. Ezt tudjuk, mit jelent? Hat a kobra. Tehát hat. Tehát ez hatni fog. És miért ennyi kobra? Tehát miért ez a kígyó erő? És akkor jönnek a bölcsek, a kundalini kígyó, már ide felkúszott. És közben szaporodott. Ugye? Azt mondta, egy kis kundalini, meg kettő kis kundalini, itt az már három kis kundalini. Szor kettő, az már hat kis kundalini. És akkor tényleg tetőre jutottunk, az ember nézi ezt a tronszéket, és nézzük csak meg őkelni. Az is egy kobra. Szárnyas kobra. Tehát ennek az uralkodói típusnak úgy tűnik, lezárult az útja. Mert én mondhatom azt, hogy az oroszlán tulajdonságok és a skorpió tulajdonságok, miért skorpió? A skorpió a keleti zodiákusban a kígyó névre hal. Tehát ha én skorpiót látok oroszlánnal, pontosan lehet tudni, a skorpió és oroszlán tulajdonságok misztikus síkon való kibontakozását követhetjük nyomon. Tehát nem szellemiség, testiség. Miért? Mert az oroszlánnak a testisége a vízöntő. De nem csak ilyen kapcsolatot ismerünk az állatövben, hanem a lelkiség is megjelenik. És az oroszlánnak a lelkisége viszont minden jel szerint a kígyó, a skorpió. Menjünk a következő képre. Na most, ha... Hát megfordítottuk. Hát az ember azt mondja, hogy szép dolog egy ilyen trónuson. Egy ilyen királyi széken trónulni, mert itt is megjelenik a kopiasz. El van kígyósítva egy apparátus. Most a skorpió az egy nagyon fontos csillagkép, ezt nem árt tudni. Rendkívül fontos. Tehát, hogy megértsük a kígyónak a szerepét. Tehát akár az asztékoknál találkozunk azzal a képlettel, hogy a sas marcangolja a kígyó küzd a sassal. Vagy gondoljuk az Etanajakoszra, mi játssza a főszerepet? Kígyó betélkedése a sassal. Vagy lehet szépen folytatni a sort, de most zárjuk. Most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mindenhol ennyire szeretik a kis kígyót? Nem. Mindenhol lehet tudni azt, hogy egy évköri vagy egy kozmikus rendben a kígyóság melyik téridő egységnek a jelölő állata. Ez így van Mexikóban is, így van Mezopotámiában, így van Egyiptomban, horribile dictu, hol van még így? Ha kejhet tart a kezében, kígyó tekeredik a kehelyre. Ha pedig megörökítik egy négyes egységbe, akkor egy sast látok. Ki ő? János apostol. Ez egy nagyon magas szint, ez a skorpió működési területe. A kígyó, a skorpió tulajdonságoknak, hát a kígyó azért lehet tudni, hogy inkább hova köl. Ott, ahol a férfinak a kígyó elkezdődik, nem lehet félreérteni, tehát testi
síkon mutatkozó tulajdonságok, egy bizonyos fajta tulajdonságok, amelyek rendkívüli, hogy úgy mondjam, problémát hozhatnak magukkal, ugyanis ez vágyakat is eredményez. És a vágyak már a lelkiség szintjén jönnek, nem a testiség szintjén áll. Test az engedelmeskedik a lélek vágyainak. És aki nem tudja legyőzni a kígyó tulajdonságokat, hát az búcsút mondhat a szentségnek is. Mert az egy bizonyos úton alul maradt. Nem tudta az ösztöneit legyőzni. Hát nem lehet belőle mondjuk János apostol. Ha viszont a kígyó a földhöz ragadt tulajdonságokat legyőzi, akkor mi történik? Mit csinál a lélek? Elkezd szárnyalni szabadon, mint egy sas. Legyőzte saját testének vágyait, és szabadon lehet repülni a szellemiség felé. De rendkívül ősi képlet, és azért jelenik meg ebben a tulajdonságkör együttesen belül, mert ha én mondjuk a skorpió irányába tekintek ki, ha a földről kinézünk, és a skorpió csillagkép felé fordítjuk vigyázó szemeinket, akkor nem csak egy csillagkép felé tekintek, hanem arra az irányba egy központról. Milyen központ? Ha ébredjünk, nem lehet tűrni 3-10-kor ezt a komatikus mélyalvást. Nem lehet tűrni. Majd 3-3. Most még azért tartsunk ki. Nem olyan veszélyes ez a helyzet, most már nagyon hamar végezni fogunk. Tehát a 4-11-ig megközelítőleg, az 4-11-ig tovább nem. Tehát ilyenkor azért mindig erőre lehet kapni, és azt mondja az ember, na még ezt a szempillámat vasrúddal kitámasztom. Most a vasrúdakat nem tudom, majd kiszolgáltatjuk. Mesékben van ugyanis, hogy valaki olyan öreg, hogy szemét vasrúddal kell feltámasztani. A skorpió iránya felé a mindenség feltételezett központja van. Tehát a nagy világegyetem központja. Innen érti az ember ezeknek az ősi kultúráknak ezt az állatkettőségét. Sas kígyóval, igen, ám de egy tesejű kobrával. Tehát valami még megmarad, de a szempontok alantasak. Tudja, hogy abba az irányba van a mindenség központ. De milyen úton keresi? Egy mérges kígyó és egy dögelőkesejű útját. Miért nem keresi csak egy kígyó, és egy sas képében a ragaszkodó? Senki nem tiltotta be őket a Nílus partján. És még valami. Én hiába keresem a mindenség központot, nem tudom azt, hogy hol van a tejútrendszerünknek a központja. Mert közvetlenül energia a naprendszer irányából nem a mindenség központból jön. Ott legfeljebb 2 millió fényév választja el egyik galaxist a másiktól. És túlságosan távolít. Tehát közvetlenül a teremtői energiák azok egyel odébb a nyilas irányából jönnek. Tejút irányából. Mit nem ismernek a kollégák? Ez az, amikor addig állítom a súlyom szemét, még egy távlati eszmei ideológikus pont fontosabb lesz annál az erőnél, ami az emberi életet építi. És ami magát az embert is építi és táplálja. Nem véletlenül tejének nevezik azt, ami a kis gyermeknek a tápláléka. Mert ezzel a teljességet kapja. Tehát minden energia, ami ételben és italban kimutatható, az a tejben koncentráltan jelenik meg. Mehetünk tovább, most már nagyon gyorsítjuk. Na most próbáljuk meg behozni a képben a jelenetet. Vadászat. Na most Tutankhamon fáraó sírjában, tehát ebbe az irányba. Tehát elég csúszkodjuk meg a kamerát. Úgy. Jó. Nagyon jó. No, tehát nagyon gyorsan. Ebben a sírban például a legtöbb tárgy, amit találtak, kapaszkodjunk meg mi volt. Így és miért. Mérhetetlen mennyiségű nyilvessző. Tehát pontosan tudja, hogy mit kell működtetni, de mire használja.
Szóval ismerem az evangéliumot, minden sorát ismerem is, félföldrészeket kiírtok. Tehát arra használom, hogy másokat legázoljak vele. Most ez is egy nagyon beszédes együttes, most ezeket úgy szokták értelmezni, megint a kedves, hát én nem vagyok meggyőződve, hogy ez a felesége. Hát azért nem tudom, az előbbi jobban tetszett. Ezért pufok niggerlán. Nem biztos, hogy én mindig a nőben azt a feleséget találom meg. Miért? Mert ezek nem, hogy életképi jelenetek. Nem életképi jelenetek. Tehát ha itt az ő kiegészítő párja ennyire, hogy úgy mondjam, karakteres vonásokkal, nézzük meg az orrát, az ajkát, jelenik meg, nyilván ennek van egy többlet jelentése. Na most idilli jelenet a Nílus partján. Idilli jelenet. Ezt leírja a feltáró régész is egyébként, de rá nem kell haragudni. Idilli jelenet. Mit csinálnak? Vadásznak. Kedves kis feleség, a kis nem tudom kicsit, éppen a nyilvesszőt nyújtja, miközben a férje, az ifjú fáró, kedvenc szórakozásának engedve, időtöltésként, vad kacsa vadászattal mutatja az időt. Hát ugye egy fáraó állandóan unatkozik. És valahogy az időt el kell ütni. Vad kacsa vadászat. Most éppen vad kacsa vadászat. Igen, ám elmegyünk Mezopotámiába, elmegyünk Indiába, Belső-Ázsiába, az uralkodók tevékenységi köréből a leggyakrabban ábrázol, hogy úgy mondjam, tevékenység micsoda? A vadászat. És ha valaki egy kicsit eszesebb, azt mondja, szakrális vadászat, rituális vadászat. Mert számtalan emléken mondjuk a csillagok között folyik ez a vadászat. De nyilván nem földi szintjére. És ha van íj és nyíl, akkor ez azt jelenti, hogy a tájékozódásnak van egy útja, amit íj és nyíl ösvényének neveznek mind a mai napig, a zenbuddhizmusban. Tehát az íj és nyíl az a szellemi tájékozódás és célra tartás eszköze. Meditál, világos. Kilátott olyan vadász, aki vakkacsáktól hemzsegő parton kis székecskén ül és nyilazgat. Forgászni még lehet így, de nyilazni nem. És nem lehet annyira fixálni a testet, amennyire ez a megfeszített mozdulat az egyensúlyából kimozdítja. Tehát ez egy eléggé nem stabilizálható testtartás. Ezek viszont eléggé emblematikus kéztartások. Tehát az, hogy én ilyen kegyesen mutatok, drágám, azt a kis cuki-muki vadkacsikét, jó? Tudod, és ehhez képest nem is oda célhoz a drágám. De ilyeneket is lehet, hogy megmutatja, hogy melyiket lője le. Megmutatja, melyiket lője le. Na most, igen, a keselyű pedig itt levitál. Éppen levitál, vadkacsa vadászaton. Hát a szentségnek ez a foka, tudjuk, a szentek levitálnak, fizikai síktől elszakadnak, keselyű levitál a háttérben, és itt a harmadik szemnél pedig nézzük meg ezt a kígyót, ez nem diadém, ez a kígyó jön ki, ez él. Tehát ha ő diadémot akar, láttuk, akkor az diadém lesz. Ha azt akarja megmutatni, hogy a harmadik szem hogy működik, és onnan mi jön ki, akkor azt megmutatja. Itt a kígyó élő kobra, itt a keselyű élő keselyű. Most nézzük meg az íjat. Követem a húrt, és páf, homlokon csapja. Miért? Mert ezt a szervünket használjuk a célzásnál. Tehát mit feszít meg? A tulajdon gondolatát, a szellemiségét feszíti meg. Nézzük meg, itt az íjúr életképi. Itt viszont hát lecsapja a fejét a megfeszített húr. Ezek nem életképi jelenetek. Nem tudta megoldani, hogy mit nem tud, kalapálom tovább, és megvan oldani. Mit nem lehet megoldani?
itt nem lehet. És akkor láttam, hoppá, ez már a torkából jön ki. Ez már a torkából. És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen nézzük meg innentől, ez a bemérés. Ez a totális teljes bemérés. Ez a szellemi tájékozódás. És a szellemiségének ez a része működik. És a harmadik szeme révén, az ágaskodó kígyó révén fölémelkedik és megtalálja a célpontot. Igen ám, de akármennyire szimpatikus, az ember megint eljut oda. Agresszív, támadó, dögevőkesen. Mire megy ki a játék? Világ proletáriai egyesülete, szabadság, egyenlőség, testvériség. Egy eszmével lőjük meg a világot. Most Tutankhamon nem ilyen, ő figyelmeztet. Tehát ez egy merő figyelmeztetés. Ismertük a solymot, de utat téveztettünk. És hát ugye aranyos kis vadász jelenet, és egy kis házi kis cicuska, kis lelken, kis kiegészítő kis ragadozó darabocskája, ott dorombol, egy kölyök oroszlán. Egyébként dorombolhatott. Tehát azért Mátyásnak is volt a oroszlányai, tehát ez még úgy belefér a képletbe, igen ám, de itt nézzük meg mi van. Itt egy sugárzó képjel van, olyan, mintha a napsugarát látnánk. Közelebbről meg lehet majd esetleg nézni. Tehát nem csillagjelet látok, hanem sugárzó jelet látok. Itt pedig egy ékjel, két ékjel, három ékjel, négy ékjel, akár lovásírásként is lehet olvasni. Tehát itt tényleg két írás működik. És azt is lehet tudni, hogy na álljunk csak meg. Hát ha ez oroszlán, akkor az oroszlán fő csillagát így is nevezik Corleonis. Oroszlán szíve. Az oroszlán szíve pedig a Regulus. Regulus. Na most egy királynak gyakorlatilag ezekkel a szinteken, hogy úgy mondjam a világban, hát el kell boldogulnia. Menjünk a következő képre. És itt nem lehet egyet érteni. Itt nem lehet semmi. Ő kéne ám emelni, mert itt nem látni a képet. Emeljük meg. Csak bátran. Tehát itt tulajdonképpen vadászat, és most akárhány vadász jelenetet lehetett volna vetíteni, mert ennek a vadász jelenetnek vannak változatai. Ez pedig a, nem a kocsival való vadászat, mert vannak olyan, ez egy szekrénynek vagy egy ládának az oldalán van. Jó, tovább ne vigyük. Tehát ládának az oldalán van. Egyik oldalon vadász jelenetet látunk, másik oldalon hadászati jelenetet. Mindig kocsinos. Mi a kapcsolat a hadászat és a vadászat között? Régen egy hadgyakorlat miből állt? Vadászatból. Vadász, nem hallottunk erről? Nagy királyi vadászatok, Attila például az Aldunánál királyi vadászatokat rendezett, és a bizánci birodalomban hogyan értékelték? Attila hadjáratot fog indítani. Miért? Mert nagy tömeget a felhajtás érdekében, tehát csapatmozgásokat, ugyanakkor pedig állóképességet, figyelmet, éberséget és egyéb dolgokat pontosan ki lehetett munkálni. És egy vadász pontosan tudja azt, hogy mit jelent egy másik, mondjuk egy állatnak a megsebesítése. Tehát ha én talpasokat küldök katonának, azok mészárolni fognak. Világos? Szerb háborúra gondolni. Azok mészárolni fognak. Egy vadász, aki tudja, hogy mit jelent a megsebesített vad fájdalma, ezerszer meggondolja azt, hogy fog-e vért bontani, vagy nem fog. És ha már bontott, és ez a hadjáratokhoz hozzátartozik, úgy, hogy a vadásznak kutya kötelessége a vérnyomon követni a vadat, az igazi hadi vezetőnek pedig kit köteles követnie. Hadjáratot nem lehet félrehagyni. Tehát tulajdonképpen a vadászat készít fel a hadászatra. Na de nézzük meg, hogy láttuk a vadászatot, itt is a keselyük. Na most magyar királyról el lehet ezt képzelni? Két ember tömege. És mit csinál? Közéjük gázol.
Szóval lehet mondani, hát ezek a démonok, ugye, és a fáraó a démonokkal viaskodik. Nem biztos, hogy ezek démonok, mert fehér ruhában vannak. Hát nyilván van sokfajta jelentőségük van, és hát ezek azért éreznek, folyik itt a vér. Asszíria. Tehát amikor a hatalmamat arra használom fel, hogy népeket saját zsámolyommá teszek. És a magyar király nem erre használta a hatalmat, hanem arra, hogy a túlságosan életképtelenné vált népeket megpróbálja felemelni a kegyelem erejével, és az élet szintjére fölhozni. Mehetünk szépen tovább, most már nagyon közel járunk a végkifejlethez, így negyed órát kibírunk. Na most egyelőre ez maradhat, így aztán majd lejjebb jön. Nem hazudik. Tutenkámon fáraó nem hazudik. És tényleg ezt megköszönhetjük neki. Na most, egyik kezében, tehát ebben a kezében mit láthatunk? Próbáljuk meg a becsületes magyar nevén nevezni. Korbács. Lehet ezt ostornak nevezni? Tehát itt csúszik Egyiptom. Isten ostor, ez nem Isten ostor. Ez nem ostor, ez korbács. Hát tudni kell, hogy a pásztor népek az ostor nem ütlegelésre használják, hanem jelzésre. Micsoda különbség. Isten ostora, ez jelzés. Isten jele a világban. Na most, a korbács pedig mire való? Véresre korbácsolni valakit. Na most ez nem az én kezemben van, és nem csak az ő kezében. Ez a fáraó kezében ott van, ez egy nagyon ismert hatalmi eszköz. A másik kezében pedig, ember az a pásztor bot. Jó rendben van, egy baj van, nem láttál még se pásztor, se bot. Tehát ez nem pásztor bot. Ez kampós bot. Ez pontosan erről van szó, kampós bot. Hát a pásztor botot mi gondoljuk a püspökök botjára, és tényleg a magyar pásztorok botjára. Azok tényleg pásztor botok. Ez egy rövid nyelvű kampós bot. Kampós bot. És hát itt már lehet találni, hogy egy uralkodónak melyek a legfontosabb feladatai, ha saját népét irányítani akarja. Ez a lelkiségnek a szintje, gondolom észrevettük. Tehát a nyakvonal és a feltételezett övvonal között a lelkiség szintje jelenik meg. Na most egy uralkodó a saját népének lelkével nem tud bánni, azt a holnap utáni vihar a toronyáról le fogja söpörni. Miért? Mert ha a népe csügged, nem tudja lelkesíteni. Ha a népe elkezd motorkálni, nem tudja visszaterelni. És sokszor saját érdekét sem, a népe eredeti érdekét sem tudja képviselni, mert nem fognak neki engedelmeskedni. Ezért tudni kell azt, hogy mivel lehet serkenteni a népemet. Ez jó esetben ostor, rossz esetben fájdalmat fog okozni, és korbács lesz. Tehát, ha lelassul a népnek a mozgása, akkor mit csinálok? Egy erőbehatással kicsit serkenteni próbálom. Nem ösztönözni, vagyis ösztönözni kényelmek serkenteni, ezzel mit lehet? Fájdalmas úton, módon meggyorsítom a cselekedetét. Ha túl gyors, drasztikusan megállítom. Az mind a kettő fájdalmas, mert váratlan. Mert ha rámütnek, hát általában azt az ember nem szokta bekalkulálni, és fájdalmat okoz. Tehát az egyik fájdalmasan elindít, a másik drasztikusan megállít. Egy igazi király nem így viselkedik. Egy igazi király tényleg tud a népe lelkével bánni. És a legvégső esetben használja, de nem is ő ezeket az eszközöket. Erre ott van egy sokkal alacsonyabb rendű észesztérítő apparátus. Ez nem királyi feladat. Most elcsúsztassuk lejjebb a képet. Ez a híres álszakál Osiris szakál. Ember úgy felteszi a kérdést, miért van szükségük az egyiptomi fáraóknak álszakálra. Meg lehet mondani, hogy miért, mert saját szörzetben ők elmények nincsenek.
hát hiányos. Tehát ezt lehet éghajlattal magyarázni, teljesen fölösleges. Ez annyira fölösleges, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Ugyanakkor vannak ilyen szertartási szakállak, nem csak Egyiptomból ismertek. De itt ez is olyan merevvé, általánossá, és tényleg betokoz egyfajta törekvést. Na most az állról egyet feltétlenül tudnunk el, hogy az áll működése, alakja, formája az nagyon beszédes szokott lenni. Tehát ha valaki megy család látogatásra, mondjuk Csokor Rózsával vagy mással, nem árt, hogyha tudja, hogyha jó helyre csöngetni, meg sem szólnak, a család tagjai mindent fognak tudni róla. Azt, hogy akaratos-e vagy akaratgyenge. Hova van írva ez a kettős viszonyban? Az ereje vagy a gyengesége? Az állat. Állról pontosan le lehet olvasni, hogy valaki az akarattal rendelkezik-e, tudja használni az akaratát, vagy nem tud ezzel élni, és ténylegesen az akaraterő hiánya. Most ismerünk-e olyan magyar népmesét, ahol a kis tök mag túl akaratos? És ha ő azt mondja, hogy zabálni akarok, akkor ő zabálni. És ha nem adják oda, akkor a hasáról eszik. Nem adják oda, a hátáról eszik. És kiderül, hogy ez egy hatalmas nagy erő áll, mert sem fanyűvő, sem kőmorzsoló, sem vasgyúró nem tudja vele felvenni a küzdelmet. Tehérló fiára van szükség. Ő pedig egyenesen a tejút központból megy. Tehát hétszínű kapanyányi monyokot úgy föltözvágja, mint annak rendje. De ebben a kis világban a hétszínű kapanyányi monyóknak, ami hét sinnyi, hát ez egy mértékegység. És ez egy jó hosszú mértékegység. És még egy szervet szoktak megnevezni ezzel a területtel, leginkább az orra szokták érteni, de azért nem árt tudni, hogy ez az is beletartozik. Pont a magyar népmeségből tudjuk, hétnyelű, kapanyél, és akkor van egy F, pont, és szika. Egy A betűt kell csak oda behelyezni. Tehát ez az, ami működik. Most itt ez nagyon működik. Milyen erő a skorpió király. De el van, itt már minden el van ám degenerálódva. Tehát tudjuk, hogy a skorpió, tehát a mikrozodiátusban a skorpió nőnél és férfinél is azt a bizonyos ővön aluli részt képviseli. Na most, ez tehát az akaratosságnak a jele. Hát egy uralkodónak kell tudnia akarni. Ha nem tud, akkor menjen el lottósorsolásra, és reménykedjen. Tehát az akarat az egy nagyon magas rendű, erő, főleg ha jó érdekében akarja a népére az akaratát ráhelyezni. Na de nézzük meg ezt a fonatrendszert. Ez leginkább a korbácsnyőre és a kígyóra emlékeztet. És Oziris szakának nevezik. Jöjjünk lejjebb. Ki lehet hajolni, alá lehet nézni, helyezkedjünk. Jó, még egy kicsit. Nincs tovább. Nem lehet tovább? Finito. No, mindegy, úgy is érzékelni lehet. Na most, tehát most ezt a részt nézzük, ezt gondolom mindenhonnan lehet azért látni. Tehát a homlok szem fölött jelenik meg, megint csak az a kettős, akikkel már találkoztunk. Egyik oldalon a megvetkesejű, a dögelőkesejű, itt pedig, nézzük meg, itt azért tekereg egyet, tehát nagyon ott van, az Ujjat kígyó. És ember azt mondja, hogy megint el lehet azt mondani, hát de a harmadik szeme működik, hát ez magas rendű, na de ő király. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy a harmadik szeme működik-e, hanem a korona csakrája működik-e, világos. Hát ez nem a legmagasabb központ.
között bárkinek, boszorkány lányának is működik a harmadik szeme, na is. Tegnap előtt nekem is működik. Tehát mindenkinek, akinek jó gondolata és meglátása, még villanásra működik ez a képessége. De milyen innen megint ki? Miért nem a fény jön ki onnan? Fény sugárzik ki onnan. És hangsúlyozom, amit várnék, az nincs jelen. Nincs korona csakra. Tehát a fáraó nem ismeri a korona csakra szintjét. Tehát nem a legmagasabb rendű uralkodói forma az, ami Egyiptomban megjelenik. Idáig föltornázza magát, de hogy? Úgy, hogy maga körül mindenkit elkígyósít és elkesűsít. Tehát azért nézzük meg, itt nem, ezek kesei szárnyak, amelyek beborítják a szarkofágot. Itt már valami egy kis kesei fejecske lesz. Mindenhol a keselyűt látom. Miért? Haldokolsz? Vagy mi van? Büdös a húsod, amikor meghaltál és elbomlik? Hát te király vagy, te aranypor vagy. Aranysólyom vagy. Hogy lehetett eljutni erre a szintre? Hogyan? És Egyiptom azóta is a fekete mágia éléskamrája. Pont emiatt. A sötét erő. Bátran lehet ülni. Lehet tetszelegni. Hát olyan szép, hát persze, hogy szép. Hát nekem is tetszik. Nagyon kedves arcú ifjú. Hát miért ne lenne jól megcsinálva az arcocskája? Érett ifjú férfi ember arca van egyébként. De puha. Puha, nagyon puha. Rendkívül puha. Hasonlítsa valaki ezt össze a Szent László Hermannal. Bármit, hasonlítsuk össze. Ez egy puha arc. Bármennyire hihetetlen, gondok vannak ezzel az arccal. És ami megjelenik, ami a szellemiséget beborítja, ez az úgynevezett fejfedő vagy fejkendő, nem ez kendő. Az ember nézi, na igen, milyen ez a szellemiség, ami ráadásul a vállakra is leömlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a szellemiséget vészi, ha rá van, vállalni fogni. Tehát egészen a lelkiség szintjére jelent. Szempont, meg szempont. Aztán megint egy szempont, aztán megint egy szempont. Nagyon fantáziós. Aztán megint egy szempont. Aztán megint egy szempont. Meddig csináljam még? Meddig csinál? Ez egy elmebeteg. Bármennyire tudom, hogy ez egy erős kifejezés, két szempontot ismer. Pozitív, negatív. Igen, nem. Komputer. Már is ott vagyok. A szellemiség az végtelen és határtalan és gazdag. És képzeljük el, egy uralkodó bármilyen feladattal szembesül az életbe, ez a két szempont lesz a szellemiség működésével jellemző. Ez a kettő. És így jutunk el ahhoz, hogy mit jelent a fáraó név. És tudni kell, hogy a fáraó neve egyiptológia legnagyobb levelénye. Szóval egyiptológiának, a nemzetközi egyiptológiának még nem gratuláltunk, most megtesszük. Bármelyik szakkönyvet vagy népszerűsítő könyvet megnézzük, hogy mit jelent a fáraó, lexikális adatként felbukkan, mint ismeretes a fáraó név, a per A-ból származik, érdekes módon a P és az F hirtelen, ugye, mint tudjuk, ezek összecsendülnek. Tehát a per A-ból származik, hogy mi az a per A? Persze, per A, 3 per 3. Per A. Tehát a per A-ból származik, és a per A az azt jelenti, hogy nagyház. Mivel a fáraó háza volt a nagyház, és ezt per A-nak nevezték, tehát a fáraó erről kapta a nevét. Hát igen, én meg mondjuk a postabankról kaptam a nevét, vagy bármiről kaptam a nevét. Hogy lehetséges az, hogy egy élő eleven ember egy építményről fognak elnevezni? Hát ez megint csak olyan csőlátásra van, hogy ez elképesztő. És hát a magyar úgynevezett elítélendő déli bábos etimológia és egyiptológia, bocsánat, hát már réges-rég túlhaladta ezt. Gondoljunk, nagyon ki akartam mondani a nevét, Barát Tibor. Mikor leírta? Fáraó azt jelenti, hogy fő. Világos? Fő. Kinek tetszik a nagy ház, keresse fel a nagy házat, benne a fáraó.
nem fogja megtalálni. Azt mondja, ez a nagy ház, a fáraó pedig otthon. És a kettő nem ugyanaz. Elmebetegség. Hátán. A fáraó nem csak főurat jelent, hanem fő erőt is. És ez az a fő erő, ami működik. De ez nem a legfőbb erő, ez a saját szintjén a fő erő, amit működtet működik. Most menjünk tovább. Gyorsan most már nem fogom betartani a közlekedési szabát. Emlékezünk erre a diadémra. Ezt láttuk az uralkodói szék hátulján. Most látjuk valójában. Most ezt a diadémot közvetlenül a behóját fejen találták meg. Most képzeljük el, megyünk. Ugye hármas koporsó, a legbelső koporsó az tömör színarany. Na most azt a legbelső koporsónak a fáraó fejét és a halotti maszkot, azt a gyönyörű fáraó arcot megint nem merem vetíteni. Tehát megvannak a diaképek, amikor elkezdődött ez a sorozat, akkor az ember vetítette. És egyszerűen döbbenetes hatást látott ki. Körülbelül olyan volt a hatása, mint annak a bizonyos Latinovics Zoltán játszó, Mário Alvarásó. Körülbelül ilyen volt a hatása. Ugyanis kivetítve nagyba Tutankhamon fáraó arany halotti maszkja, először lát az ember egy gyönyörű arcot. Aztán elkezd tűnődni, hogy ez most fiú vagy lány, férfi vagy nő, ismerjük ezt a kettőséget. Ez még akár pozitív is lehet. De próbáljunk meg visszamenni, visszaugorni a diák sorozatával. Miért tette az ember azt, hogy miért történt, igen, nagyon jó, miért van az, hát szerencsére ez nem szembenéz velünk, tehát olyan a felvétel. Tehát ha olyan a felvétel, hogy szembenéz, akkor velem ő tényleg szembenéz. De ki fog nézni? Ő. És olyan hatást váltott ki, hogy többen leizzadtak és jelezték, hogy menjünk már tovább. És a hátamról ömlött a veríték. Néha így oda néztem, azt hittem, hogy csak engem ér ez a hatás, elképesztő. Tehát tulajdonképpen közvetlen hatása van. És ezt nevezik bűbájosságnak. Mert bűbájos. Az esztétikumával lebilincsel, ugye ez a szépsége, és utána pedig megtámad. A kígyó mit csinál? Megbabonázza az ellenfelét, akire rátör. És még valami, hát itt nem nagyon lehet érzékelni a szemeknek a hatása. Most ha megnézzük a Szent László Hermát, olyan a szem kiképzés, olyan teljes szem, tehát az egész szemet látom. És gyönyörű. Itt pedig nézzük meg. Egy negyed itt tűnik el, egy negyed ott tűnik el, vagyis ereszti a szemhéját. Hunyulik. Ez mondom, hogyha bátorsága lenne az embernek, nem is szívesen utaztatom ilyen nagy távolságra, hogy kezdte egy Budapest ezt az aranyhalotti maszkot. Szóval annyira bénító a hatása. És egyszer csak eszünkbe jut valami, hát menjünk el Franciaországba. Minden kirakat cégérjen Tutankhamon fáraó, vagy ilyen, vagy olyan arccal cégérkedik. Menjünk el a Párizs, nem tudom milyen, most alatták fel egy belső üvegpiramis. Így kell ezt csinálni. Hát ők nagyon megmutatják, hogy kik állnak. Hát lehet hivatkozni. Menjünk szépen tovább gyorsan. Nagyon közel járunk a végső megvilágosodáshoz. Tehát ez a diadém. Most képzeljük el, hogy egy réteg, az első ember alakú halotti szekrényben ugyanaz, tehát ki keselyű kobra. Megyünk egyel beljebb, van valami változás? Ugyanaz, megint ugyanaz. Most ez a hármas koporsó viszont ténylegesen behozza a hármas koporsók működési rendjét. Ezek mire lettek kitalálva? Miért van három koporsó? Miért kell három koporsó? Hát persze, test, lélek, szellem. Egészen biztos, hogy ez az egyik járható út, de ennek van egy többlet jelentése. Menjünk a következő képre, és így érkeztünk meg hozzá. Most honnan indultunk?
ma született csecsemő, akinek a szellemisége tisztán, derűsen néz a jövő elé. És megérkeztünk ebbe a sötétségbe. Ez ugyanis fekete. Tehát a pólya az ő mumifikált testén és fején színné égette a bőrét. Fekete, gondolom láttunk ilyen felvételeket. És gyöngyből készült Ureusz a király koponyáján. Ez van a koponya sapkán. A kígyó. Az Ureusz kígyó, az erős kígyó. A kobra. A kobra. És ez egy elkobrásodott szellemiség. Na most, ez tényleg, hát megvizsgálták a fáraó testét, amikor megtalálták, 1925-ben kezdték el a vizsgálatokat. Na most, amit még el szeretnék mondani, és a tanulságokat mindenki vonná. Tehát itt tulajdonképpen rendkívül sok mindenre lehetett utalni, egy biztos, Egyiptom hat, nagyon hat, de ez a hatás nem pozitív. Ezt tudomásul kell venni. És ez csak egy szelete volt Egyiptomnak. Ténylegesen egy villanás, hogy milyen erő működik ott. Ezt nem lehet pozitívumként értékelni, viszont üzenték, hogy ez nem volt. Üzenték. Ha valaki azt hiszi, hogy Tutenkámon fáraó sírját, nagy szerencsénkre nem találták meg a sírrablók, és ezért maradt meg téve. Azért maradt meg, mert ezt az üzenetet küldték a 20. században. Ezért maradt meg. Üzente. Egyenes adásba jött az üzenet. Hát nincsen félreértés. Ennek külön, úgy mondjam, rendszere nyomon követhető. Na most, az ember arra gondolna, hogy akár menjünk egy képpel tovább, nem lesz több kép, de nem kell ezt nézegetni. Ha, nincs. Tehát nincsen, tudom, azért mondtam, hogy nem kell ezt nézegetni. Tehát búcsúkintetünk neki, most ennek a búcsú gondolatok. Na, a villany sem érdemes felkapcsolni, mert túl sokan tartózkodnak olyan állapotban. Tehát a fehér kép, aki vetíti, az éppen elég nekünk. Vagy legyen? Nagyon jó volt. Persze, az utolsó dia után jön a légüres tér. Jó. Na jó, maradjon ez. Jó. Tehát tudni kell azt, hogy arany a legbelső, tehát három koporsó. Egyik. Na, akkor még egyet. Csak, óriási. Kész. Végállomás. Ez már egy barátságos. Tehát három koporsó egymásban, és az egész egy hatalmas kőszarkofágban. Plusz négy szekrény, amiben az egész benne van. Tehát ez nagyon szép építmény. Máig nem lehetett tudni, hogy vitték be egyáltalán. Jó, persze nem voltak falak, tehát el lehet képzelni azt, hogy mondjuk a utólag építettek fel falakat, meg vakajtókat, meg minden, de olyan szűk az a lejárati folyosó, hogy így lemegy az ember. Azért fel is tele van ez kérdésekkel és rejtélyekkel, egy dologra nem figyelnek oda. Van egy hatalmas nagy vörös kvarcit szarkofág, amelyen egy gránit fedőlap van, szintén vörös. És ebben van benne a három koporsó. Na most, a szarkofágot leborító kőlap keresztbe van törve, ketté van törve. Ez ilyen tonnás súlya van. Tehát hogy tört el, ki törte ketté, miért repett meg, tehát egyáltalán mi történt ott? Tehát valami ott működött. Persze vitték le a bordárok, lejtették kettőre. És erre mit lehet mondani? Vidd vissza és hozzá legyünk. Hát ilyen azért nincsen. Nem a Mari néni halt meg a szomszédban, hanem a fáraó. Hát nem lehet szórakozni. Jó, hát halotti szokás az, hogy összetörik a cserepeket. Persze, gránitlapokat összetörik. Ki csapott rá akkor? Mivel csapott rá? Hogy nem látszik a csapás vagy az ütés nyoma. Valamitől megrepett. Valamitől megrepett. És kiderül, hogy ez a test szénné van égve. Szénné van égve. És akkor ugye kémiai vizsgálatokkal próbáltak
magyarázatot találni, hogy azért van szénné égve, mert mint tudjuk, rengeteg kenőcsöt, meg olajat használtak, meg mindenféle ilyen szereket, és ez egyfajta gyulladást okozott. Mert olyan bőven használták ezeket az anyagokat, egyrészt megkeményedett, megfeketedett, másrészt olyan kémiai folyamatokat indított be, amit lobbanásnak vagy égésnek lehet nevezni. Na most az ember azt mondja, gratulálok, egy gond van megint csak. Szénnél van így. A fej ugyanis. Ilyen anyagot itt nem mutattak ki. Tehát ezeket az úgynevezett anyagokat, vagy szertartási folyadékokat, amelyeket csuda tudja, hát ezek illatok. Most az illatról tudni kell valamit. Nem tudom, hogy az egyiptomi nyelvben hívjuk, de magyarul az életet is jelent. Tehát az illat az egy működésnek, egy nagyon finom lelki életműködésnek a hatását juttatja. Tehát bőven használhatnak illatos, a temetési szertartás, nyilván illatokra szükség van. Szentek helyét miről ismerjük fel? Azt, hogy illatozik a hely. Erről lehet fölismerni. És azért nagyon lehet ám érezni. Szóval elképesztő, akiknek már volt ilyen élményük, nem azt hívjuk, hogy úgy illatoznak ezek a helyek, hogy az ember úgy tűnődik. Egyszerűen leteríti a lábáról. Olyan erős hatásként jelentkezik. No, tehát lényeg az, hogy nagyon szépen a vizsgálatok kimutatták, hogy ez volt az a rész, ahova hintettek ilyen olajokat meg, használták a kenőcsöt, innen gondosan ügyeltek, hogy semmi ne kerüljön oda. És szénnél van égve. Szénnél van égve. Most a fárót miért temetik el, ha tényleg eltemetik? Hát azért, hogy fölmenjen halála után az égben. Egy kérdés van. Testében vagy testen nélkül? És Egyiptom itt is letért az útról. Miért? Mert mindent elkövettek annak érdekében, erre kell az arany. Az arany a romlatlan fény. Fáraó húsa elvileg aranyból van. Na de ha nem aranyból van, én bearanyozhatom, az szét fog rohadni. Egy példát szeretnék idézni, Árpádházi Szent Magdi. Három hete fekszik halála után a ravatalon, és milyen az arca? Piros. És ezen a területen, mintha vastagon, így szerepel az olasz nyelvű legendájában, és lefordították magyarra, így szerepel a ráskai leaféle legendában. Ha vastagon bearanyozták volna az arcát, mi történik? A magas kultúrában aranylapot kell kalapálni, ugye? Ahol pedig élő a szellemiség, ott a szellem maga hozza létre ezt az aura réteget. Tehát ez a romlatlan test, hogy úgy mondjam, elindításának az útja. Tutankhamon fáraó nem maradt meg romlatlanul. Valami elindult, a test viszont szénné égett. Szénné forrad. Tehát olyan, mint a por. Kis a por és annyi. Semmivel sem több. Viszont ennél többet most nem fogok mondani. Tehát itt nem az értékítéleten volt, gondolom érzékeljük a hangsúlyt, de Egyiptomban semmi olyat nem találtunk, amelynek itt valamilyen lenyomata magasabb szinten és a jó működtetésének érdekében ne lenne jelen. Tehát mi a feladat? Irány Egyiptom. Helyett maradjunk ott, ahol vagyunk. Szeretettel elbocsátom akkor a társaságot. Köszönjük.